Tumpek György, a colstok. Az első lázadás a kaján múlott. Mikor fáradtan munkából értem haza, s a beígért finom rántott hús helyett egy tányér zappelyet löktek oda. Nesze, egyél vagy hőz magadnak, hangzott a szigorú parancsszó, ma nem értem rá mosogatni, és a hűtőben rohad a zöld borsó. Ne húzd a szád, ma sétálni voltam, az bőrömnek jót tett az üdefény, hallottam a mosónők korán halnak, és tudod te is, hol van a mosógép. Ha ruha kell, a szennyesbe keresd, a gombokat is nyugodtan felbarhatod. Én elmesélem, mit láttam a tévében ma, de csak akkor, ha komolyan akarod. A második lázadás is a kaján múlott, mikor fáradtan munkából értem haza, s a beígért finom rántott hús helyett egy tányér zappelyet löktek oda. Menj a boltba, ha mást akarsz enni, utána takarítanod is illene már. A körömlakó megszárad gyorsan, irány a piac, vár rám a sok bazár. Jó volna, ha adnál rá pénzt is, az összes hitelkártya teli van, a hazatérés öröme viszont egy pillanat alatt elillant. Ne húzd a szád, mindig morogsz, hangzott fel újra kegyetlenül, s ne tudd meg ekkor, mit gondoltam, és mi játszódott lelek belül. A harmadik lázadás is a kaján múlott, mikor fáradt a munkából értem haza, s a beígért finom rántott hús helyett egy tányér zappelyet löktek oda. Na mit vettél nekem? Kérdi az asszony. Bundát vagy ékszert? Esetleg mást? Ha akarod, ma este hozzád bújok. Persze a tévében nem lesz más. Na, ekkor elővettem a colstokot, kérem. És megmértem pontosan milyen magas, majd a telefonon koporsót rendeltem, az sem számít, ha kicsit bovaras. És a bíró úr megszólal csendben. Ön kérem, én föl nem menthetem, de a colstokot kölcsön kérem szépen, hisz nekem is van otthon egy ilyen nejem.